18. fejezet. Az úrösvényén járva. A nagy áttörést a karácsony előtti idő hozta, amikor elfogadtam a meghívást egy laikus hívőkből álló csoporttól, ami teljes evangéliumi üzletemberek nemzetközi szövetsége néven ismert. Ezen a lelkes csoporton keresztül történt, hogy középiskolákat és felsőfokú oktatási intézményeket értünk el. 1965-ben az országnak csaknem minden nagyobb városában beszéltem. Keresztes hadjáratom, melyből többet többféle felekezet gyülekezete szponzorált, nagyszerű sikereket ért el. Tízezres tömegek előtt is álltam. Minden nap hálát adtam Istennek az ő jóságáért. Mégis nyugtalan voltam, és szívem mélyén valamiféle vágyakozás volt. Nem tudtam, mi a probléma, de napról napra egyre inkább nem találtam a helyem. Akkor találkoztam Glenn Melachakkal, egy magas, nagyon barátságos, New Jerseyből való üzletemberrel, aki mit sem tudott belső vívódásomról, mégis leleplezte szívem terhét. Egyik este csak úgy mellékesen megemlítette, hogy úgy látja, eredetileg kis emberekkel akartam foglalkozni. Nem reagáltam akkor a kérdés felvetésére, mégis szavait nem tudtam kiverni a fejemből. Visszaemlékeztem a saját gyermekkoromra. Bárcsak vette volna a fáradtságot annak idején valaki, hogy Krisztushoz vezessen. Talán másképp alakult volna minden. Beszéltem erről Glóriával. Isten hatalmas tömegek előtt tett tanúságot a bizonyságom mellett, de amikor csak megláttam egy újságcikket, amiben gyerekeket kaptak el szipuzás vagy hüves cigi miatt, a szívem megdobbant. Imádkoztunk, hogy Isten adjon lehetőséget, hogy elérjük ezeket a kis embereket. Néhány hónappal később Glenn segített megszervezni egy 4 napos összejövetelt Seattle-ben. Ezekben az időkben Jeff Morales volt a tolmácsom. Jeff kifejezetten azért költözött Kaliforniába, hogy velem utazzon olyan helyekre, ahol a közönségnek gondja akadna az akcentusommal. Ám ez alkalommal fél órával az indulás előtt felhívott. Niki, az ágyat nyomom tüdőgyulladással. Az orvos nem engedi, hogy veled menjek. Nélkülem kell boldogulnod. A színpadon állva, a mikrofonok és kamerák előtt a tömegre nézve próbáltam felmérni a helyzetet. Vajon megértik a puertorikói akcentusom? Vajon kinevetnek majd a szegényes nyelvtanom miatt? Idegesen köszörültem a torkom, és szóra nyitottam a szám. Nem jött ki rajta semmi, csak valami zavaros morgás. Újra torok köszörülés következett, aztán kibögtem valamit, ami megint csak nem hangzott egyáltalán jól. A közönség feszülten, de udvarjasan várt. Ez reménytelen. Megszoktam, hogy Jeff mellettem van. Lehajtottam a fejem, és erőért imádkoztam. Drága Uram, Te, aki képes vagy egy ismeretlen nyelvet adni, hogy dicsérjem a Te neved, bizonyos vagyok benne, hogy adsz egy ismertet, hogy beszéljek ezeknek a gyerekeknek rólad. Felemeltem a fejem, és beszélni kezdtem. A szavak tökéletesen és folyékonyan hagyták el a szám, természetfeletti erővel. Jeffet Jézus félretette, és ettől a pillanattól fogva nem volt többé tolmácsra szükségem. Az utolsó alkalom után Glenn toppant be a szállodai szobámba. Niki, Isten csodálatos módon adta ma az áldását. A fiatalság több mint 3000 dollárt adakozott a szolgálatodra. Glenn, én azt a pénzt nem vihetem el. Niki szólt, otthon érezve magát, elterült a kanapén és lerúgta a cipőjét. Ez a pénz nem neked van, hanem Isten munkájára rajtad keresztül. És arra használhatom, amire úgy érzem, Isten szánná? Kérdeztem. Úgy van. Akkor a kis emberekre költöm. Szeretnék elindítani egy központot, ahol őket szolgáljuk. Csodálatos, kiáltott Glenn a kanapén felegyenesedve. Hívd ifjúsági programnak. Ifjúsági program lett. Visszatértem Kaliforniába a pénzzel, hogy vegyek egy házat, ahová be tudom vinni a kis embereket az utcáról, és megnyerni őket Krisztusnak. Megnyitottuk Fresnóban a Broadway út 221 szám alatt a központunkat. Hivatalosan bejelentettük az alapítást, és kifüggesztettem egy táblát az előcsarnokba a következő felirattal. Ifjúsági program, Niki Cruz igazgató. Aztán elkezdtem átfésülni az utcákat. Első nap láttam egy 11 éves fiút a küszöbön ülni. Mellé telepettem, és megkérdeztem, hogy hívják. Szeme sarkából rám nézett, és végül kibökte. Ruben, miért? Nem tudom, mondtam elharapva.
Olyan elhagyottottnak látszották, gondoltam, beszélgetünk. Szívesen elmondta, hogy az apja drogos. Tegnap ő is szipuzott. 6. osztályos korában kimaradt az iskolából. Meghallgattam, és elmondtam neki, hogy éppen ilyen gyerekeknek alapítottam egy központot. Majd megkérdeztem, nem szeretne-e ott lakni. Úgy érti, szeretné, ha magával mennék? Persze, hagytam helyben. Csak először beszélnem kell a papáddal. A pokolba is az öregem boldog lesz, ha megszabadul tőlem. Pusztán a pártfogó tisztel kell tisztáznia a dolgot. A hivatalnok rábólintott, és Ruben azon az estén már be is költözött hozzánk. A következő hetekben 2 másik gyereket karoltunk fel, és azonnal beirattuk őket az iskolába, és bibliaórákat tartottunk nekik otthon. Rubennel kezdetben sok nehézségünk adódott, de nem sokára, amikor hazaért az iskolából, egyenesen a szobájába ment elkészíteni a házi feladatát. Gloria rám kacsintott. Milyen további bizonyítékot várhatnál tőle, hogy őszintén megtért? Kérdezte. Valóban nem volt szükség többre. Méről jövő boldogság vett rajtam erőt. A nyugtalanság elpárolgott. Mindenfelől érkeztek hívások kétségbe esett anyáktól, akik könyörögtek, hogy hozzánk hozhassák kezelhetetlen gyermekeiket. Néhány héten belül a házunk megtelt, de a hívások nem szűntek meg. Glóriával rengeteg időt töltöttünk imával, kérve Isten vezetését. Egyik reggel mindössze pár óra alvás után megcsörrent a telefon. Félállomban nyúltam a kagyló után. Clan Smith volt, egy igen aktív tagja a Fresnói Teljes Evangéliumi Üzletemberek Szövetségének. Niki, Isten útjai kifürkészhetetlenek. Jó néhányan közülünk imádkoztunk a munkáért, amibe belefogtál. Isten a szívemre helyezte, hogy egy igazgató tanácsot létrehozva segítsünk neked. Beszéltem Earl Draperrel, a könyvelővel, Paul Evans tisztelettel, és Keenerrel, a helyi tévéállomás menedzserével. Szívesen dolgoznánk veled, ha te is szeretnéd. Újabb ima válasz érkezett azzal, hogy ezek az elszánt, profi, komoly emberek beálltak mögénk. Kicsit később, még ugyanebben a hónapban Dave Carter lépett a csapatunkba, hogy a fiúkkal dolgozzon. Magas, csendes, néger fiatalember volt, még New Yorkból ismertem, amikor egy geng vezetője volt. Megtérése után bibliaiskolába ment, és mivel nem volt családi kapcsolata, rengeteg időt tudott tölteni személyes tanácsadás formájában a szeretetre éhes fiúkkal. Munkatársaink csoportját 2 fiatal mexikói lány egészítette ki, Francis Ramirez és Angie Sedillos. Ők végezték a női munkát és segítettek az irodában. Csoportunk utolsó tagja sokat jelentett számomra, Jimmy Baez. Most végzett a bibliaiskolában, és elvett egy csendes lányt. Felügyelőként jött hozzánk, de nekem sokkal többet jelentett. Élő bizonyítéka volt Jézus Krisztus átváltoztató erejének. Nehéz volt elképzelni, hogy ez az iskolázott, jóképű, szemüveges fiatalember ugyanaz a törékeny, kimerült srác, aki valaha a látványos elvonási tüneteivel azért jött a Teen Challenge-be, hogy drogot kérjen. Szívünk megtelt hittel Istenben, kezeink munkával a kis emberek felé. Meneteltünk előre. Isten annyira megáldott, hogy azt gondoltam, többet el sem tudnék viselni. De azoknak, akik az Urat szeretik, vég nélküli meglepetéseket tart készen létben. Ősszel Clemmel csak összejövetel sorozatra vitt New Yorkba. Miután a reptéren találkoztunk, mérföldről mérföldre haladtunk Brooklyn sikátoraiba. Clan autója első ülésébe süppedve figyeltem a gettót a fényszóró megvilágításában. Valami nyomta a szívem. Nem, én többé nem tartozom ide, de valami még van itt. Régi barátaim és a gengtagok jutottak eszembe. Kíváncsi lettem rájuk, különösen Izraelre. Jézus, imádkoztam. Kérlek, adj még egy esélyt, hogy beszélhessek vele. Az esti összejövetel után Clan velem jött a hotel szobámba. A telefon csengett, amikor beléptünk. Felvettem, és hosszú hallgatás következett a vonalban, mielőtt egy halk, de ismerős hang megszólalt. Niki, Izrael vagyok. Izrael, kiáltottam el magam. Dicsőség Istennek, meghallgatott. Hol vagy most? Itthon, Bronxban. Éppen most olvastam az újságban, hogy a városban vagy. Felhívtam a bátyádat, Franket, ő mondta, hogy elérlek a hotelban. Valamit elkezdtem mondani, de félbeszakított. Niki, én azt szeretném kérdezni, találkozhatnánk-e, míg itt vagy?
Csak hogy a régi időkről beszélgessünk. Alig hittem a füleimnek. Glennhez fordultam. Izrael az, látni akar. Kérd meg, hogy csatlakozzon hozzánk holnap este vacsorára a hotelban, javasolta Glenn. A régóhajtott találkozást másnap este 6-ra megbeszéltük. Egész éjjel imádkoztam, kérve Istent, adjon olyan szavakat a számba, ami megérinti a szívét. 5-6-tól 7-ig Glennel a halban fel alá járkáltunk. Izrael még nem érkezett meg, és a szívem a torkomban volt, ahogy megemlékeztem arról a 9 esztendővel ezelőtti reggelről, amikor első ízben elszalasztottuk őt. Egyszer csak megláttam. Jóképű arcvonásai, mélyen ülő szemei, hullámos haja, minden a régi volt. Nem tudtam megszólalni, könnyek szöktek a szemembe. Niki, kiáltott fel, és megragadta a kezem. Nem bírom elhinni. Nevetni kezdtünk, egyszerre beszéltünk. Teljesen figyelmen kívül hagytunk minden körülöttünk levő dolgot. Kis idő múlva odébb húzott. Niki, szeretném bemutatni Rózát, a feleségemet. Egy alacsony, édes kis puertorikói lány felé fordult, akinek a mosolya az egész arcára bájt sugárzott. Kezet akartam nyújtani neki, de átkarolta a nyakam, és céltudatosan megpuszilt. Mintha ismernélek, mondta tört angolsággal, és kacsintott. Az utóbbi 3 évben Izrael folyton rólad beszélt. A Heymarket terembe indultunk vacsorázni. Izrael és Róza lemaradtak, éreztem, valami zavarja őket. Mi van veled, Izrael? Glenn meghívott, ő fizet, gyere nyugodtan. Izrael zavartan nézett rám, végül félrevont. Niki, én nem vagyok ilyen flancos helyre való. Sosem voltam még ilyen csillivili csapszékben. Azt se tudom, mit kell csinálni. Vállára tettem a kezem, és megnyugtattam. Én sem. Csak rendeld meg a legdrágább dolgot, aztán hagyd, hogy a Jolly Green Giant fizessen. Mosolyogva Claire-re mutattam. Vacsora után felliftesztünk a 14. emeletre a szobámba. Izrael nyugodt volt. Újra a régi, és a gettóbeli otthonáról beszélt. Nem valami kellemes ott lakni, mondta. Az ételeinket a hűtőben kell tartanunk, hogy távol tartsuk a csótányoktól. De lehetne rosszabb is. A földszinten a patkányok néha még a kisgyerekeket is megharapják, míg azok alszanak. Izrael elhallgatott és elgondolkodott valamin. Olyan, mintha láncra lennél verve, szólalt meg végül. Nem szabadulhatsz. Borzalmas hely gyermekvállalásra. Múlt héten 3 körülbelül 9 éves kislányt erőszakoltak meg a hátsó sikátorban. Nem merjük a gyerekeket az utcára engedni. Teljesen ki vagyok ettől. Menekülnék, de... Hangja elhalkult, felállt a fotelból, az ablakhoz ment, és az Empire State Building villódzó fényeit nézte. De végül is valahol csak kell lakni, és máshol túl magas a lakbér. Talán jövőre, talán a jövő évben jobb helyre költözhetünk. Nem csináltam rosszul, mosogatóként kezdtem, most pedig egy irodában vagyok a Wall Street-en. És azután, amikor megcsináltad, akkor mi lesz? Szakítottam félbe. Tessék, fordult felém Izrael zavart pillantással. Tisztában voltam vele, itt az idő mélyebbre ásni a múltban. Izrael, mondd el, mi ment rosszul? Visszasétált a kanapéhoz, ahol Róza ült és idegesen mellé telepedett. Nyugodtan beszélhetek róla, talán szükségem is van rá. Rózának még sosem mondtam el. Emlékszel a reggelre, amikor kijöttél a kórházból, és te és az a férfi találkozni akartatok velem? Bólintottam. Az emlékezés fájdalmas volt. 3 órát vártam rátok. Tiszta hülyének éreztem magam. Tele lett a hócipőm a keresztényekkel, és aznap este visszamentem a gengbe. Izrael, sajnálom, kerestünk téged, szakítottam félbe. Fejét csóválta. Kit érdekel? Régen volt. Valószínűleg másképp alakult volna minden, ha veletek megyek. Ki tudja. Elhallgatott, majd folytatta. Ezután a Déli utca angyalaival volt összetűzésünk. Egyikük a területünkre tévedt, és mondtuk neki, semmi keresni valója ott. Elkezdett okoskodni, mire megvertük. Futni kezdett, de közülünk 5-en a Déli utcaiak területére üldözték, és elkapták a Penny Arcade-ban. Kihúzkodtuk, és harcolni kezdtünk. A következő dolog, amit tudok, hogy egyikünk rálőtt.
Paco a fejéhez kapott, és gúnyosan mondta, eltaláltak, eltaláltak. Minden srác röhögött. Aztán a gyerek a földre rogyott. Tényleg lelőtték. Halott volt. Láttam a lyukat a fején. Izrael elhallgatott. Pusztán az utca tompa zaja szűrődött be lentről, amikor újra belekezdett. Elszaladtunk, négyünket elfogtak, az egyik srác elmenekült. Aki meghúzta a ravaszt, 20 évre ítélték. Mi 5 és 20 év között kaptunk. Csendben lehajtotta a fejét. 5 év volt a pokolban. Össze kellett szednie magát, hogy folytassa. Egy fixre volt szükségem, hogy kijuthassak a börtönből. Mi az a fix? Szakította félbe Klen. A vizsgálóbizottság azt mondta, akkor szabadulok, ha bizonyítani tudom, hogy van munkám. Azt is mondták, hogy vissza kell mennem a régi otthonomba. Annyira nem akartam visszamenni Brooklynba. Szívesebben kezdtem volna új életet. Egy cellatársam ajánlott egy helyet, ahol munkát kaptam. Ismert egy embert, akinek ruhagyára volt Brooklynban, ezért legombolt anyámról $50 azzal, hogy állást kapok. Megkapta a pénzt, én meg a levelet, hogy vár az állás, ha szabadultam. Ez volt az egyetlen lehetséges módja, hogy munkát szerezzek. Kinek kell egy fegyenc? És megkapta a munkát? Kérdezte Clem. Dehogy, válaszolt Izrael. Mondtam, hogy ez csak egy fix volt. Semmiféle állás. Csak egy módja kijutni a hűvösről. Ki is jutottam, elmentem a munkaügyre, és hazudtam a múltamról. Senki ne gondolja, hogy felveszik, ha azt mondja, most jött a sitről. Mosogatóként kezdtem, aztán egy tucat mással folytattam. Azóta egyfolytában csak hazudok. A munka miatt. Ha a jelenlegi főnököm tudná, hogy ültem, röpülnék, pedig már 4 éve becsületesen dolgozom. Hát hazudok, mint bárki más. A pártfogót is nem tudott segíteni? Kérdeztek Len. De, ami csak tőle telt, megtette. De mit várhattam volna? 100 másik srác is van, akivel foglalkoznia kell. Magamra kellett hagyatkoznom, idáig jutottam. A szobára csend telepedett. Róza szó nélkül ült Izrael oldalán egész idő alatt. Még sosem hallott életének erről a részéről. Izrael, emlékszel, amikor a fantomlordokat kerestük és csapdába kerültünk? Törtem meg a csöndet. Izrael bólintott, persze. Aznap este megmentetted az életem. Ma este viszonozni szeretném ezt a szívességet. Szeretnék neked mondani valamit, ami megmenti az életed. Róza belekarolt, mindketten felém fordultak, és reményteljesen néztek rám. Izrael, te vagy a legkedvesebb barátom. Magad is látod, az életem megváltozott. A régi Niki halott, az, akit ma látsz, egyáltalán nem Niki. Jézus él bennem. Emlékszel arra, amikor a Szent Nikolász teremben az Úrnak adtuk a szívünket? Izrael bólintott, fejét lehajtotta. Azon az estén Isten beköltözött a szívedbe. Szövetséget kötött veled, és ő még tartja a szavát. Nem fordult el tőled, Izrael. Te elfutottál ezekben az években, de ő még mindig veled van. A Bibliámért nyúltam. Az Ótestamentumban van egy történet egy Jákob nevű emberről. Ő is futott Isten elől. De egy éjjel, mint amilyen a mai, egy angyallal küzdött. Az angyal győzött. Jákob pedig átadta magát Istennek, aki ott és akkor megváltoztatta a nevét. Ne legyen többé Jákob, hanem Izrael. Izrael azt jelenti, aki Istennel küzdött. Azzal becsuktam a könyvet, és elhallgattam. Izrael arca könyvben úszott, Róza pedig a karját szorongatta. Éveken át virasztottam és imádkoztam érted, azon gondolkodva, milyen csodás lenne, ha mellettem dolgoznál, nem mint régen, hanem Istenért. Azt szeretném, ha ma olyanná válnál, aki Istennel jár. Szeretném, ha az Úr ösvényére lépnél. Rám nézett a könnyein át, majd Rózához fordult, aki zavartan spanyol nyelven kezdett beszélni hozzá. Aztán rájöttem, hogy a felesége nem értett mindent, hiszen angolul mondtam, és szerette volna tudni, miről van szó. Izrael tolmácsolta, hogy azt szeretném, hogy Krisztusnak adják a szívüket. Elhadarta spanyolul, hogy az a vágya, hogy visszatérjen Istenhez, mint Jákob a régi időkben, és megkérdezte, vele tartana-e Róza.
Ő elmosolyodott, és szemei csillogtak, ahogy bólintott. Dicsőség az Úrnak, kiáltottam fel. Térdeljetek le, míg imádkozunk. Izraelék a kanapé mellé térdeltek. Klen kicsusszant a fotelból, és a szoba másik sarkába térdelt. Kezem Izrael és Róza fejére tettem, és imádkozni kezdtem. Először angolul, aztán spanyolul, aztán váltogatva a két nyelvet. Éreztem, ahogy Isten szelleme a szívemből, a karomon és ujjaimon át az életükbe áramlik. Kértem Isten, bocsásson meg nekik, áldja meg őket és fogadja be őket az ő országának a teljességébe. Hosszúra nyúlt a beszédem. Amikor befejeztem, Izrael vette át a szót. Előbb lassan, aztán egyre intenzívebben kiáltva, Uram, bocsáss meg nekem, bocsáss meg, bocsáss meg! Aztán imája megváltozott, és új erő áradt ki, ahogy azt kezdte mondani, köszönöm, Uram. Róza is csatlakozott a hála szavaival. Klen taxit hívott nekik, kifizette a tarifát, és hazavitette őket bronxi lakásukba. Niki, mondta szemét törölgetve, ahogy elhajtottak, ez volt életem legnagyszerűbb éjszakája. Úgy érzem, Isten küldte Izraelt, hogy Kaliforniában veled dolgozzon. Talán igen, bólintottam. Isten mindig talál módot arra, hogy gondoskodjon mindenről.